Ezek a felvételek tavaly ősszel készültek. Akkor merült föl, hogy a város legforgalmasabb utcája mellett lévő bolt, gyógyszertár és húsbolt vásárlói számára parkolót kéne építeni. Akkor a gyalogátkelő építésének ötlete is felmerült. Nagyon nagy a forgalom, és az autók szerencsére vagy szerencsétlenül az úttest mellett állnak jelen pillanatban. Mi kértünk annak idején a közúttól, hogy ugyan nem szabadna ott parkolni, de hogy oldják fel ezt a tilalmat, és ott meg tudnak állni. Ettől függetlenül a gyalogos átkelés az borzasztóan veszélyes, főleg vannak olyan időszakok a reggeli órákban, a kora délutáni és a késő délutáni időpontokban is, amikor gyakorlatilag akár 5-10 percet is kell várakozni ahhoz, hogy az ember a kocsisor megszakítva akár át tudjon kerni az úttestem. Ezt a helyzetet oldotta fel a város, meghallgatva a kereskedők és a helyben lakók, valamint a vásárlók közös igényeit. Az a szerencsés helyzet állt fent, hogy a vállalkozó, az önkormányzat és a tolnaiak, vagy a tolnaiaknak az a része, aki ezekbe a üzletekbe jár bevásárolni, azoknak összeért az igényük, meg az óhajuk, és hála Istennek a megoldás is viszonylag hamar megszületett. Tehát az egy áldatlan állapot volt, hogy az út mellett tudtak csak megállni az ide jövő vásárlók, és itt most nem csak a helyi boltról, hanem hát azért van itt más is, itt van egy gyógyszertár is, meg van egy hentes üzlet is, és egy dohánybolt is. Tehát olyan nagy volt a vásárlói igény arra, hogy kultúrált módon tudjanak parkolni, ami már az ingatlan területén, tehát ahol ez a volt herbáriai ingatlannak a területén már nem tudott megvalósulni. És az egy dolog, hogy ez kényelmetlen volt, de hát ennél sokkal nagyobb baj volt az, hogy sokszor baleset veszélyes is volt. Tehát egy-két kerékpárost már itt elütöttek, szerencsére tragédia még nem történt, de előbb-utóbb történt volna. A helyben működő vállalkozó is megkereste az önkormányzatot azzal, ők is érdekeltek a probléma megoldásában. Egyetlen kérdésük volt a terület használatba vétele. Ők gyakorlatilag tokkal-vonóval megépítik ezt a parkolót. Tehát mi korábban arról döntöttünk, hogy átadjuk a vállalkozók tulajdonába, illetve nem a tulajdonába, nem használatába ezt a területet, de nyilván csak abban az esetben, hogyha itt olyan kulturált parkolót hoznak, és mindenféle engedélyeket megkapva olyan kulturált parkolóhelyet hoznak létre, ami nem csak hasznos, hanem esztétikus is, és nyilván ők ezt vállalták, tehát megkapták ezt a területet parkoló kialakítására. Előtte egyeztettünk a lakókkal is, megkérdeztük, hogy mit szólnának hozzá. Gyakorlatilag őket nem zavarja, mert hogy azt a szervizutat, ami az itt mellettünk lévő családi házak előtt van, ezt teljesen használaton kívül hagytuk, tehát nem a parkoló használatához nem kell a szervizútat is használni, tehát közvetlenül a házak előtt nem lesz forgalom. Nagyon nagy hiányok vannak építőanyagból, és nagyon nehezen lehet beszerezni, ettől féltünk is egy kicsit, de úgy gondolom, hogy minden sikerült. A terület 1000 négyzetméter, hozzávetőleg 1000 négyzetméter, 35 parkolóval bővültünk. A kultúrája annak, hogy nem az üzlet vagy az infrastruktúra bejáratánál teszi lehetővé a parkolást, én úgy gondolom, hogy majd változni fog a kultúrája ennek, és igenis, hogy átsétálnak. Most mondjuk egy kicsit szerencsés is, mert a patikánál megbővült a forgalom, ami itt mellettünk van, és hát úgy kell mondjam, hogy most már egy hónapja szinte sorban állás van, és ide beállnak, szépen átsétálnak, magatartásukkal úgy gondolom, hogy eleget téve annak, hogy szellősebbé tegyük a parkolást, ne bezsúfoltan parkoljuk a területünkön. A megálló és a boltok között egy gyalogátkelő építésére is szükség volna. Ez azonban nem a város feladata, hanem a közútkezelőjé. Jelen helyzetben csak a terelés lehetett a megoldás. Az a rengeteg autó, ami most is itt van, és az a kulturált körülmény, ami és a biztonságos feltételekhez szükséges dolgokat is megcsinálták, tehát nem csak esztétikus és sok autó fér el, hanem egy vizesárkot építettek az út és a kerékpárút közé, így gyakorlatilag nem tud mindenki ott átmenni az úttesten, ahol kiszáll az autójából, tehát egy bizonyos helyen lehet az úttesten átmenni. Korábban egyeztettünk a közút kezelőjével, aki mert azt azért tudni kell, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy az az út, ez a bizonyos 51-12-es út, ez nem Tolnaváros önkormányzatának a tulajdonában és kezelésében van, hanem a Magyar Állam tulajdonában és a
és a közútkezelő az, aki felügyeli ezt az utat, tehát mi kértünk egy szakvéleményt a tekintetben, hogy legyen-e itt egy zebra, egy gyalogátkelő, vagy ne. Ők azt javasolták, hogy egyelőre fizikai akadályt hozzunk létre, hogy egy bizonyos helyen tudjanak átmenni, de ez nem kell feltétlenül, hogy felfestett gyalogos átkelő legyen. Egyelőre ezzel próbálkozunk, nyilván most az élet se olyan, mint egy évvel vagy fél évvel ezelőtt volt, tehát én ezt nem tudom most megmondani, hogy amikor visszatér igazán az élet, akkor ez alkalmas lesz-e. Minden esetre én azt gondolom, hogy egy próbát megért, mert azért egy zebra létesítésének és engedélyeztetésnek nagyon-nagyon komoly feltételei vannak, nem beszélve arról, hogy viszonylag közel van itt egy gyalogátkelő, és én azt is látom egyébként, gyalog is és gépjárművel közlekedőként is, hogy a zebra az nem betonfal, tehát az emberek attól még ugyanúgy átmennek a zebra mellett is sajnos, mint a zebrán. Tehát nem biztos, hogy a zebra az célszerűbb lesz, vagy célszerűbb lett volna, mint a fizikai akadály annak, hogy átmehessenek. Én azt gondolom, hogy ez elégséges lesz, és remélem, hogy az emberek nem fognak átugrálni és átszökelni a nagy vizesárkon, hanem ott mennek át, ahol nincs árok és nincs kerítés. A munkák még nem fejeződtek be végérvényesen, a vízelvezető kövezése még vissza van. De láthatóan az autósok megelégedéssel fogadták a frissen elkészült parkolót.